70-esek elejétől már képében megjelennek ezek a motívumok, a várost jellemzik, ahol együtt szerepelnek akár figurával, városvédőanyjal, egy olyan környezetben, ami félig meg ilyen építészeti környezet. Amúgy nem nagyon lépek ki ebből a világból, tehát én festő vagyok, bár néha szobrásznak is titulálnak, bár én nem tartom magam a szobrásznak, de az is egy olyan, hogy elhivatottság is, tehát ő abba látja, neki azt kell megoldania, nekem meg ezt kell megoldanom. Tulajdonképpen ezt a monogramot én gimnazista koromban kezdtem először, a gimnáziumban jártam, nem volt ennyire szabályos. A középen a J betű volt, tehát ez volt a Jakné János így. Többen azt mondták, ez egy nyílhegy, és mondták, hogy ez ott milyen, mi ez? Hát mondom, hát ott a, ja tényleg, mondom, az egy J, tényleg, tehát szeretem, olyan egyszerű, gyakorlatilag a képnek a része is. Tehát valahogy arányában mindig úgy teszem föl, hogy az ott van. A nagy képek impozánsak, de hát az, ki lehet inni egy középületbe, egy bankba valahogy, egy aulában? Hát oda nem nagyon, de ilyen irányú érdeklődés nincs. Hát tulajdonképpen, ha nincs ilyen irányú érdeklődés, miért csinálsz ennyi sok nagy képet? Mert meg kell csinálni. Igényed? Igen, mert meg kell. Én építkezem, én nekem csinálom ezeket a dolgokat, tehát ezeket meg kell oldanom a feladatokat, ezeket élvezem is, és enélkül szegényebb lenne az egész művészetem. Tavakosok keresztje. Ez a Szamárhegynek a csúcsa tulajdonképpen. A 70-es évek elején a belső keresztmotívumot én felhasználtam, de van olyan kép, amint szintén ez az ív rajta van. Ez gyönyörű, ez egy nagyon szimbólum. Hát én akkor itt laktam a 70-es évek elején, itt a Szamárhegyen. Hát ott azért van egy-két szép építészeti rész. Ez a motívum is ismerős. Igen, igen. És fiatal. Igen, igen. Ez is föl lett használva. Nekünk egy emlékezetes a templomnak. Mikor vettél részt először? Hát 71-ben. Hát érdekesség, ugye itt volt ez a kis ablak, ahol a Matyónak a szobra. Ez is egy nagy bűn volt akkor. Nagyon sok rajzot készítettem, pláne az 56-os forradalom idején, ami ott előttünk is zajlott. Most is élesen visszaemlékszem, hogy mennyire fontos esemény volt. Pláne amikor ugye megfordult a dolog, az oroszok bejöttek november 4-én, elég csúnya látvány volt az egész, hát az előttünk vonultak föl, vitték a véres foglyokat, meg sok minden volt. Tehát amit az ember élőben ott látott, szóval az egy elég durva, és ez egy trauma volt mindenkinek. Ezeknek óriási hatással volt rám minden szempontból, a világnézetemre, a felfogásomra. Szerencse is, hál' Istennek, hogy valahol megérinti az embert valami, és akkor úgy maga módján ezt helyre teszi, megoldja, kifesti magából, és utána megmutatja. Én ezt fontos küldetésemnek is tartom. De hát maga a művészet is az, tehát aki gyakorolja. Tehát ez az. Fel, hát itt meg kell dolgoznom a fényekkel, meg minden, úgyhogy... Az én emlékkönyvemben, vagy képzeletbeli múzeumomban, amit a 20. századi és 21. századi magyar festészetről magamban fölállítottam, Aknai János valami olyan sorba tartozik bele, mint Kassák Lajos, Moholy Nagy László, Barcsai Jenő, Vajda Lajos, Deny Pál.